Na szóval, szevasztok, összevagdostam a 98-as buszról szóló filmem. Tegnap forgattam le, és milyen jól tettem. Mert ma már az a helyzet, hogy nem igazán lenne rá lehetőség, nem csak hogy ma, hanem lehet, hogy egész héten nem jutok el igazából mást filmezni. Az okok, hát elég vegyesek, de minden esetre a lényeg az az, hogy lehet, hoppá, nem működik a villany, nincsen bedugva. Szóval az a helyzet, hogy hölgyek, urak, na az így már jobban látó, nem jobb a megítélésem. Szóval annyira besűrűsödtek a teendőink, családi dolgaink, hogy egész egyszerűen, hát finoman szóval nem fog tudni eljutni szerintem ezen a héten más csinálni. Úgyhogy, hát, nem tudom. Ha eljutok, az kis csoda lesz szó szerint, mert ugyanis szerepel a projekt terveim között az, hogy a kettes villamos újra gondolom, ugyanis hát visszanéztem, és azt kell mondjam, hogy az első neki futásom az annyira béna lett, de szó szerint annyira kutya fészkes francot nem láttok az ebből az egész viszonylatból gyakorlatilag. Nem azt csináltam, hogy gyakorlatilag csak az utasteret fürkésztem, fél információkat kaptatok, de gyakorlatilag semmi érdemi információt nem kaptatok a járatról. Jó, kaptatok egy-két infót, most én nem azt mondom, hogy egyáltalán nem, de hát ez az édes kevés az üdvösséghez, hogy szokták mondani. És az a helyzet, hogy nagyon-nagyon-nagyon gagyi lett így visszanézve azért ezt a kettes villamosnak az eredeti verzióját, úgyhogy mindenképpen újra fogom forgatni, és lehet, hogy ha eljutok a héten filmezni még ezen a héten, akkor az lehet, hogy pont hogy az lesz. Tehát egy újra gondolt variációja lesz a kettes villamosnak. Egyszerűen nem férünk. Már nem tudom, hol kapkodni ezt a sok vasztot, szóval, na mindegy, bocs, nem, ez ilyen. Szóval nem tudom, majd melyik sarokba tologassam a limnomot. Értitek? Na, úgyhogy ezt mindenképpen újra fogom gondolni. Hát aztán ugye gondolkodtam ugye abban, hogy amit viszont egészen biztosan tudok, hogy ugye ma van 12-e, és hát az volt az elképzelésem, hogy 15-én áll le tulajdonképpen átmenetileg a csatorna, tehát mit tudom én, ilyen 2 hétre legalább. Na most, hát ez most azért megingott, szóval az egész ütemterv az az igazság, hogy finoman szólva el van szóval rendesen, ez meg miért van itt? Mi ez? Ja, ez csoki, azt ez a probiotikum. Gyakran úgy néz ki. Ez azt gondolom, hogy ebben a lábosban hú, mennyi minden van, de valójában már alig van benne. Csak dög nehéz ez a lábos. Bolonyait fogok melegíteni, penne tésztával. Azt fogom ebédelni elméletileg. Na, ezt már berakom mosogatógépbe, mert egyszerűen nem vagyok hajlandó már kerülgetni. Egy picit így, ugye nagyon lájkosan előblítve, így úgyis átrendezem, most annyira nem foglalkozok vele, mert annyira ilyes vagyok, mint a dög. Hajnali fél 5-kor keltem ma, szóval el tudjátok képzelni, hogy azért mennyire vagyok friss meg üde. Szóval a lényeg az, hogy egy rakás elképzelésem volt még, azért összességében erre a szezonra. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy tulajdonképpen szezon,
Mert hát azért december 15-e után, tehát gyakorlatilag hát így a hétvége után gyakorlatilag nulla esélyem van arra, hogy viszonylatot forgassak, megmondom őszintén nektek, tehát igazából ez a hét állt volna rendelkezésemre, úgyhogy nem tudom, hogy most merre tovább, mert azért kértétek a 30-as buszt, ugye az is még be volt ütemezve, hogy majd az is, meg belekezdtem volna azért a 6-os évbe is, de hát nem tudom, nem vetettem még el a dolgot, szóval lehet, hogy most a buszokat egy kicsit félreteszem bizonyos értelemben, bár kétségtelen tényleg a szezon buszra szeretném lezárni, ezt még nem mondom meg, hogy melyik busz, mert az hagyd legyen meglepi. Bizonyos értelemben, tehát gondolhatjátok, hogy nem pesti viszonylat lesz egyébként, hanem budai viszonylat lesz. Az egyik kedvenc járatom lesz egyébként, úgyhogy ennyit erről, nagyon dióhéjban. A betét járata az már szerepel egyébként a repertoárban, és az is téli időszakban lett forgatva. És hát bizonyos értelemben akkor szeretnék ez a tradícióhoz továbbra is hű lenni. De egyelőre még nem akarok erről sokat beszélni, hogy most konkrétan melyik járatról van szó. Ugye hát igazából most a 98-as busz az már oké, az már ott van a gépen, az már várja jó sorát, hogy majd este valamikor feltöltöm. Talán. Mert azért nagy projekteket mobilnetről nem tudok tölteni. Hát ez amit most így dumálok, ez lehet, hogy mobilneten fog kimenni. Szóval az a helyzet, hogy kicsit túl gondoltam én ezt a dolgot, mert ugye úgy szerepelt volna a dolog, megmondom én nektek frankon a dolgot, itt van nekem ez a kis füzet. Ez egy jegyzett füzet egyébként, tehát ebben mindent jegyzetelek, tehát hogy valami info van, és nem akarom elfelejteni, akkor ebbe. Ugye igazából szerepelt volna a 17, hát föl van hívva még a 13-as busz, kérdőjeles, szó szerint. Azért szerepelt volna még ugye a 6-os hívnek a közvágó híd tököl szakasz. A 87-es busz. Hát azt megígértem egy-egy nézőmnek, hogy azt majd együtt forgatjuk le. Ugye ezt tartom magam. Az 51-es villamos szerepelt volna még, de hát ez most részben majdhogy nem elkészült ugye ebbe a kihívásba. Aztán lett volna, vagy hát elgondolásomban a 48-as villamos, az 54-es busz, az a bizonyos meglepi busz, a 30-as busz, a 147-es, ezt hittem most nem ugrik be, hogy ez hova jár, hogy ezt már megcsináltam, pont hogy azt csináltam meg, várjatok, de, hát ez a 147-es volt a Fenyves utcai. Hogy ez a 149? Már belezavarodtam egy kicsit, bocs. És hát ugye elgondolásomban benne volt az, hogy M3-as metró pótnó teljes szakasz hétvégén. Hát ebből nem tudom, mit fogok még összekalapálni nektek így az év vége előtt. Hát legfeljebb a két ünnep között valamit. 54-es busz az biztos, hogy nem lesz. Tehát azt már most megmondom. 30-as busz sem lesz. Az biztos, hogy nem fogja már az idén futni. 51-es villamos sem hiszem, hogy az idén le fog futni. Talán a 48-as villamos. Az úgyis csak hétvégén jár. Hát. Azt a bizonyos buszjáratot, azt mindenképpen szeretném megcsinálni. Tehát, hogyha az lesz a szezonzáró film, akkor az lesz, de azt mindenképpen. Úgyhogy hát, szóval ez a helyzet.
így áll a szitó igazából. És ja, ilyenkor nem szoktam bevenni semmit. Csak az inzulin. De az hol van? Ugyanis hát déli idő van. Tehát mondom sem kell, hogy délután mennem kell, mert apai teendőim vannak. És szóval a lényeg az, hogy úgyhogy így alakul körülbelül a helyzet. Hát aztán lesz, ami lesz belőle. Mert ugye ilyen vírusos, megbetegedős időszak van, és az igazság, hogy ez nagyon-nagyon sok mindenben korlátoz, és szóval nem jó. Ugye forró. És még fogom. Fú, de gyerekek, egy valamit azért szeretnék elmesélni nektek. A hétvégén, konkrétan vasárnap, nem szoktunk oda járni igazából, csak hát mi úgy adódott, hogy hát most arrafelé jártunk. A Koppány utcai Tesco, akkor már szerintem azért, akik ismerik az évak, azért már sejtik, hogy miről akarok beszélni. Ami ott van gyakorlatilag a közvágó híd mellett, szinte közvetlenül, vagy hát tulajdonképpen ott van. Egy az egyben. Hát gyerekek, hogy én miket láttam? Te jó ég! Azt a hétszentségit! Hú, öcsém! Azt a hajléktalan dömpinget, ami ott van. Azt a szemét halmazt, ami ott van, azt az igénytelenséget, azt a lebújt, ami ott van, gyerekek. Hát én tényleg azt csodálom egyébként, hogy még nem zárták be azt a helyet. Hát gondoltam, nagyon tudjátok, hogy elmegyek WC-re. Elintézem a dolgom. Mert hát ugye Tesco-ba ugye van ilyen opció, hogy WC. És hát mondom sem kell, hogy gyakorlatilag hát higgyetek el nekem, hogy úgy voltam vele, hogy inkább bemegyek a bokorba, valahova. Borzalom, hogy mi van. Borzalom. Tehát katasztrófa, hogy mi van ott. Azt a húgy meg fosszagot, ami ott van, és azt az igénytelenséget, sózipapír sehol nem volt, azt mondom, hogy sem kell. Tehát konkrétan WC-papírra gondolok. Tehát az sehol nem volt. Egyik fülkében sem. Hanem nejemmel voltam, és hát ő is elment. Ő ugye egy kis dolgát elintézni, és akkor hát én megvártam azt a női WC előtt, és kértem tőlem egy halom papír zsebkendőt, hát, de higgyétek el nekem, hogy gyakorlatilag nem mertem leülni a WC-re. Tehát gyakorlatilag úgy voltam vele, hogy inkább beállok, de higgyétek, de szóval borzalom, tehát katasztrófa. Akkor ott van a mozgó lépcső, vagy hát mozgó járda, ami le lehet menni a mély garázsba, mert ilyen mély garázsos rendszerre van ott a parkolás. Félig meddig mély garázs, már inkább úgy mondom, hogy az épület alatti parkolóba lehet nem menni. És úgy van a szitu. Ott áll a végében egy kis csövi, tartja táblát, hogy mit tudom, rá volt valami írva, vagy szegény vagyok, adjál pénzt, meg így. Szokásos ilyen dolog. Brutálisan sok hajléktalan van. Tehát higgyetek el, hogy olyan elképesztően sokan vannak, hogy teljesen lehidaltam, tényleg. Tehát nem csak, tehát ott az áruházban, ami volt, hát ott laknak a WC-jébe, érted? Tehát ott laktak bent a WC-be, tehát nem vicc. És ott van ott vannak a biztonsági őrök, meg a nem tudom én micsodák, és azért megkurcolják az embert, ha mit tudom én mondjuk, megeszel egy túrórudit, amit egyébként kifizetsz, csak hát bent teszed meg, mert a vércukrod, na most hát nem, mondjuk nem én nem ettem semmit, mert mondjuk éppen akkor rendben volt a cukrom, de képesen megkurcolni az embert ilyesmiért, és bazd meg azt a koszt, ami ott volt. Tehát én nem is tudom, hogy
hogy egyáltalán takarítanak, vagy egyáltalán figyelnek arra, hogy itt mászkálnak be. De csurik tele ott az üzletsor gyakorlatilag a hajléktalanokkal, és oda járnak be melegedni. A záruház különféle pontjaira. Egyébként ez csak egy érdekesség, hogy a Volánbusz például meg is szüntette ott a Tesco mögötti megállóját. Ugyanis, mert egy darabig ugye a helyközi buszok, tehát azok, amik ugye így errefelé jönnek, azoknak volt ott megállója, de ezt megszüntették. Azt a megállóhelyet. Hát nem csoda. Mert az az utca, ahol a régen ugye volánbuszok felkanyarodtak, a Népliget felé, a gyerekek azt a gettót, öcsém, az valami durva. Ott az egész. Az ember azt gondolná sok város részről, hogy az az igazi gettó, meg mit tudom, ilyen 8. kerület, meg a kőbánya, meg van ott is gettó, de az igazi, nagyon durva gettó, az bizony a 9. kerületben van, méghozzá ott tényleg a Kopány utcai Tesco, meg annak a környéke. Tehát én megmondom nektek őszintén, hogy például ugye ott van az 51-es villamos, én egyszerűen szó szerint megszüntetném azt a szakaszt. Hát valami iszonyat volt. Hú, azt a mindenségét. Szóval gondoljátok el, hogy az ember eljut egy olyan pontra, tehát vécézned kell, és eljutsz egy olyan pontra, hogy inkább beszarsz. Már bocsánat, hogy kimondom, ez nem lesz családbarát tartalom, nem érdekel. Szóval a lényeg az, hogy értitek, se vécépapír, se semmi, és szóltam ott a vevőszolgálatnál, hogy hát mondom, hölgyeim, mondom, tetszene tudni arra, hogy a hajléktalanok ott laknak benne a vécébe? Néznek rám ilyen nagy boci szemekkel. Szólunk a biztonsági őrnek, meg mit tudom én, hát szóljatok, hát az a dolgotok, nem? A biztonsági ők is azzal vannak elfoglalva, hogy most megittál egy kólát ott az áruház területén, vagy megettél a kakaós csigát, az jó van. És közben egy kis só. Közben az áruház meg ellepik a hajléktalanok gyakorlatilag. Borzalom, hogy mi volt. Teljesen ledöbbentem. Tehát jártam én már abban a Tesco-ba egyébként. De aztán nem volt ilyen borzalmas a helyzet. Ennyire. De most valami katasztrófa volt az egész. Úgyhogy tényleg szó szerint iszkoltam onnan, hogy menjünk már. Maga az áruház területe, tehát a vásárlótér az úgy aránylag rendben van, sőt, hát mondhatjuk rendben van, de hát ami ott kívül van, öcsém, iszonyat. Úgyhogy, hát tényleg akkor az ember elgondol magában jó néhány dolgot ugye arról, hogy mi a probléma. Meg hát ott, akik ismerősek arra felé, vagy tudják, hogy miről beszélek, ott a Tesco melletti utcasor, meg ott a Tesco melletti rész. Na, az ott, bazd meg. Úgy sétálj egyedül, ha mersz. Szó szerint. Kocsival, piros lámpán, nehogy megállja. Inkább vállalt be, hogy elkapnak, érted? Inkább a rendőr büntessen meg, mint hogy a torkonnak szegezzék a késtérted. Brutális az a környék, gyereke. Katasztrófa. Az ember el van téve, de sokszor arról, hogy melyik városrész az, ami gettó, de valójában nem. Na, úgyhogy körülbelül tulajdonképpen ez a helyzet, hogy hát sajnos nem úgy alakulnak azért a dolgok, mint ahogy azt én annyira szeretném,
Már mégis nem vagyok elégedetlen. Úgyhogy azért egész sok projektet hoztam idáig már össze. És hát most így alakul. Majd amúgy is lesz egy ilyen névértékelő, de most az igazság, hogy arra nem nagyon érek rá. Viszont az a helyzet, hogy utána, hogy így táplálkozom, és ilyeszte bármi. Nagyon sikeres a kihívásos videóm egyébként, elképesztően jól alakul a nézettség, tehát tudod, hogy így néztem, hogy hányan néztétek már meg. Egyikötöttnek be is indult a fantáziája, hogy busszal, de csak busszal, menjek el Óbuda Bogdányi út és a Kampóna között. Tehát Budatétény vasútállomás között. Hát ez nem olyan, 2 percig gondolkodtam rajta, úgy tudnám elképzelni igazából a dolgot, hogy 109-es busszal Bogdányi útról elmész a Batthyány tér végig, ott a 39-es busszal, vagy a 11-es busszal, de már a 11-es nem jó. Ott rossz volt, meg kellene gyalogolját, el kell sétálja egészen a Moszkva térig. Bocsánat, Szélkámán térig. És a 39-es busszal elmész a Szélkámán térig, ott átszállsz az 5-ös buszra, 5-ös busszal elmész a Ferenciek terére, igen, átmész a Pesti oldalra, a Ferenciek terére, ott átszállsz a 133L buszra, és ezért kell átmenni, mert a 133L nem áll meg a Gellért fürdőnél, úgyhogy mindenképpen át kell menni, és akkor felszállsz a 133L buszra, és aztán oda visz. Mindenféle átszállás nélkül. Ennyi. Na. Úgyhogy ennyi. Akkor. Hát majd a 98-os busz az már valamikor egyszer fölkerül. Az már legalább megvan. Úgyhogy körülbelül ön is szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, mert elnézést, hogy elkezdtem menni, de tényleg nagyon éhes vagyok, meg hát mennem is kell az igazság. Nem azt mondom, hogy rohannom kell, de hát azért. Na. Úgyhogy ez a helyzet. És akkor, hát nem tudom, mi lesz a következő viszonylat. Ez majd a héten eldől. Hogy merre, hogyan tovább, stb. Na, köszönöm szépen, ennyi lett volna mondandóm. Csá, sziasztok, hello. Thank you.